Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 19-én új hold van, és nyílik egy portál nap, egy kapu, és ez egy finom energiamező, aminek van gyógyító hatása, és kihat a spirituális területre is. Ez az első portál nap, utána majd jönnek a többi napok, hiszen most 10 napon keresztül megvan ez a finom energiamező. Mint mindig, most is tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Jelentkezhetsz e-mailen keresztül erre a szertartásra. Most én összekötöm az új holdat és ezt a portál napot, tehát együtt tartom ezt a szertartást. A díjam, mint egy ilyen energiai egyensúly, az 4000 forint. És e-mailen keresztül jelentkezhetsz. A mai napon, illetve május 19-én új hold van, ami azt jelenti, hogy a hold és a nap találkozik, együtt hatnak. A hold nem látható. Ez jelenti a visszahúzódást, vagy azt is, hogy mennyire fontos, hogy meditálj valami felett. Ez az új hold a határon van a kos és a bika jegye között. Itt hatnak a plejádok és a hiádok, hiszen ezek alkotják az arany kaput az ekliptikán. Itt lesznek változások, döntések, lesz egy új irány, ez talán úgy a kos energiája. És ez megvalósítható, hiszen fontos a biztonság érzete, és itt érezhető a bika jegyének az energiája. Tehát mindkét oldalról befolyásolva lesznek az események. Ezen az új hold napon, a nap és a hold, hiszen együtt vannak, egy jó kapcsolatban áll Mars bolygóval. Ez adja számunkra az életerőt, hogy a terveinket meg tudjuk valósítani. Azon kívül kihat a férfiakra, és ez az energia segít a férfiaknak, hogy a terveiket meg tudják valósítani. Ezen a napon, tehát május 19-én, Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó szintén egy jó kapcsolatban áll egymással. Itt megvan a lehetőség bizonyos dolgokról beszélni, vagy lesznek szerződések, amikor itt kiépül, kialakul majd valami, hiszen Szaturnusz bolygó szintén jelenti a biztonság érzetét. Ez az új hold a kritika holdházban van. A kritika holdház felett Agni Isten uralkodik, a tűz istene. És azt jelenti ez a holdház, hogy égessünk el valamit magunk mögött. Ez természetesen szimbolikusan lehet érteni, hogy hagyjunk magunk mögött bizonyos dolgokat, ami eddig úgy foglalkoztatott bennünket, vagy kiváltott félelmeket, bizonytalanságokat, és lesz egy új irány, egy új kezdet, tisztázódnak bizonyos dolgok. E felett, a holdház felett Agni, a tűz istene uralkodik, de van egy szimbólkép is, mégpedig egy kard. És ez a kard jelképezi azt, hogy lesz egy új irány, egy fontos döntés, és tisztázódik valami. Hiszen ennek az energiája azt is jelenti, hogy tisztázódjanak, tisztuljanak bizonyos dolgok. És a portáltág, ez is kihat
erre a napra. Efelett a portáltág felett Imis uralkodik. Imis lefordítva egy sárkányt jelent. És ez utal a bizalomra, az őseinkre, erre a forrásra, de jelenti a változásokat, a megújulásokat. Ennek az Imisnek van gyógyító ereje is. Sőt, azt is jelenti, hogy itt kitisztulnak bizonyos események, lesznek változások és megújulások. Megvan ez a belső erő, ez a bizalom, és Imis kihat kármikus témákra is. És örülnék, ha érdekelne ez a szertartás, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderám!